Dr. Csikós Attilát tegnap vette nyilvántartásba a helyi választási bizottság, miután teljesítette a minimális 500 érvényes ajánlást. A Jobbik politikusa elmondta, hogy több mint 1000-et gyűjtöttek össze, és még a mai napon is kapott ajánlásokat. Nagyon büszke vagyok arra, hogy fiatalok, első szavazók is segítettek az ajánlások összegyűjtésében. Ők segítettek abban, hogy még több fiatalt elérjünk, és növeljük a fiataloknak a választási részvételének az arányát. Óriás plakátokon üzennek az emberek, folytatta dr. Csikós Attila. Azt hirdetik, tette hozzá, hogy a Jobbik kész a kormányzásra. A politikus elmondta, legtöbb plakátjukat viszont ismeretlenek megrongálták. Szerinte ez nem véleménynyilvánítás, hanem ezzel a rongálók magukról állítottak ki szegénységi bizonyítványt. A párt programja 67 oldalon megjelent, elektronikusan és nyomtatott formában is olvasható, hangsúlyozta a jelölt. Óriás plakátokon látható ennek egy része, ami arról szól, hogy életmentő kórházakat szeretnénk, modern oktatást, európai béreket, gondoljunk a béruniós kezdeményezésünkre, erős kisvállalkozásokat, az adórendszer legyen előre kiszámítható, kerítést határőrséggel, magyar határőrséget szeretnénk felállítani az ország megvédésére, és korrupciómentes közéletet. A politikus hozzátette, március 2-án a civil közösségi házban 18 órakor lakossági fórumot tartanak, melynek vendége dr. Fülöp Erik, a Jobbik alelnöke lesz.